Az én botomon van egy kis körte pálinka. A hagyományosan megrendezett húshagyó keddi fánkpartin a Gyenesdi Ási Nyugdíjas Klub vidám hangulatú előadása és a Gyenesi Dalárda műsora szórakoztatta az egybegyűlteket. A farsangi karneválok időszakát lezáró program elmaradhatatlan a településen. Kicsik és nagyok együtt mulatnak és kóstolgatják a farsang legkedveltebb ételeit, a finomabbnál finomabb fánkokat. A házi asszonyok recepteket cserélnek, jó tanácsokkal is ellátják a fánk készítésével próbálkozó fiatalokat. A fánknak a legnagyobb recept a türelem, az hozzáállás, és még egyszer és tízszer is csak a türelem. Mert ha keltésztából csináljuk a fánkot, az ki kell, hogy kelljen. Másképp nem lehet vele dolgozni. De ellenben most már vannak olyan fánkok, ami nem kell, hogy álljon, pihenjen. Van a turófánk, amit nagyon egyszerűen, van a csörögefánk, ami nagyon-nagyon finom, mert egyszerűen meg lehet, el lehet készíteni, de amúgy a szallagos fánk az igazi művészet. A fánkpartin verseny is volt. A nevezettek a legkülönbözőbb ízű és formájú fánkot sütöttek. Készült hagyományos szalagos, almás, csokimázas és égetett fánk. A képviselő fánkot is szívesen nevezték az asszonyok. Az ismert édességek mellett a zöldséggel töltött sós fánkot is ízlelte és pontozta a szakmai zsűri. Természetesen mindegyiket a maga nemébe bíráljuk. Csöröge fánk. Mennyire roppanik, mennyire jön föl, mennyire lesz hólyagos, mert az a lényeg, hogy sok hólyaggal roppanjon, de ne ehetetlenül kemény legyen, milyen szépen van kisütve, milyen a színe. Akkor vesző, jön mondjuk a szalagos fánk, ami az egyik úgymondjam, autentikusabb magyar fánk. Itt azt kell tudni, hogy ennek egy nagyon szép lágy tésztájának kell lenni, jóval lágyabb, mint egy másfajta keltészta, és az első oldalát mindenképpen az első felét, mikor beletezik a zsírba, fedő alatt kell sülni, mert valamennyi nedvesség tartalma van a fánknak, és az a felszabaduló gőz az húzza fel a fánkot úgy, hogy utána megfordítják, akkor marad egy szalag. 22 fánksütő asszony 25 féle fánkkal versengett a Fánk királynő cím elnyeréséért. Az értékelésben részt vett a település polgármestere is. A régi ízek a gyermekkorára emlékeztették. Nagyanyám nagyon finom fánkot szokott csinálni, de édesanyám is. Természetesen finom szalagos fánkot, hiszen ez egy tradíció volt a családban, ilyenkor farsang idején. De nem csak ilyenkor, hanem nálunk még vasárnaponként is legtöbbször fánk volt. Az ízletes csemegék mellett zsűrizték a jószalai borokat is, farsangi borkirályt is választottak. A farsang utolsó napját több mint 100-an egy nagy közösségben múlatták Gyenesdiáson. A farsang farka, ugye a régi kifejezéssel élve, ez a farsang utolsó napja, ugye az egyházi hagyományban, az egyházi naptárban is, ugye másnaptól, tehát holnaptól már ugye kezdődik a nagybőjt. Természetesen ezt a hagyományt is felelevenítjük és őrizzük, és hát hatalmas nagy közösségépítő és közösség megtartó ereje van ennek az rendezvénynek. A télüző batyus mulatságon a hamvazó szerda előtti estén jó zene mellett vígadni csak éjfélig lehetett.